Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon. Ez egy új videó lesz. Már felkeltem én is, nem videózom le újra az egészet. De nagyon fura dolgot mutatok nektek. Ilyen. És most mindjárt 7 óra lesz. Már tél van. Eljött a tél, beköszöntött. Egyébként anyum most elmegy egy sarki boltba, mert elfogyott a kenyér. És az a tervem, hogy meglepetésből én is megyek. Most ilyen a hangom, nem tudom, láttok-e változást, de nekem konkrétan torokgyulladásom lett, de sem olyan nem volt, hogy itthon maradtam volna. Én elmentem iskolába, én elmentem tegnap Kecskemétre, Arborétumba. Még most is fáj, de igazából mindegy. Milyen szép kis ropogós reggelünk van. Ébredezik a világ. Amúgy nem szoktunk ki reggel elmenni hét csemegébe. De most elfogyott a kenyér. És most muszáj. Amúgy ez miatt is csináltam ma a videót, mert ez is valami más, mint ami szokott lenni. Gyerekjel! Nem ismerjük. Köszönöm velük, jó? Elfelejtettük megvenni azt, amiért mentünk. A kenyeret nem vettünk. Menjünk vissza, és itt a bolt. Én addig itt megreggelizek. Ezek ma iskolába mennek. Megmostam a fogam. Akkor még nem vasolom ki a hajam, mert nekem alapjáraton ilyen amúgy. Ilyet fogok vinni. Ilyet most kivételesen én is vettem. Azt egy első mire szoktak. Ugye a torok fájásom miatt, meg még most tökre folyik az orrom, ezért nem, szerintem nem tesizek. Meg anyum ér most kikérő tesire. És ezt fogom olvasni. Nem, a borítója nem mond semmit. Ez arról szól, hogy egy árvalánynak a gyámja egy multimilliárdos, semmivér szerinti. És a multimilliárdosnak van 5 fia. És ott az egyikkel kavarkat, meg itt vannak dolgok. Csak ilyen a borító, egyébként nem gondolnád, hogy mi van benne. Semmit ne ítéljetek meg borító alapján, nagyon durva amúgy. Hazaértem, csak fáradt vagyok. Be fogunk menni a városba. A legjobb barátnőmmel, akivel már találkoztatok előző videóimban. Igazából még mentem volna egy másik barátnőmmel is, még Zoéval is mentem volna. Csak őt sajnos most nem engedik el. A könyvtárba is el fogunk menni. Amúgy nekem nem kell semmiért. Jaj, ennyi van. Az a baj, fél óra múlva már ott kell lenni a tali helyünkön. De ezt már nem fogunk tudni megcsinálni. Mindegy, azért még elviszem. Ezt most nem fogom tudni visszavinni, de barátnőmet elkísérem. Meg elmegyünk DM-be is, nagyon sok dolgot fogok venni. Barátnőm írt, hogy hallod. Kivegyem az icebreaker-t. Igen, szerintem. Azt nagyon sokan ajánlják egyébként. Na, de szóval most van kb. 8 percem. Azt szedtem el valamit nagyon kézni szeretnék, mert ez nem jó. Úgy nem tudom, honnan van ez a szemüveg. Most ezt nem váltam fel, mert elkezdett egy kicsit fájni a lábam. Nem tudom miért egyébként, szóval most a futócipőbe fogok menni. Hogy tuti ne fájjon. Úton vagyok. Felszem, hogy ilyen díva legyek. Hallod? Ez nagyon durva. Milyen menő már? Ott a Gréti. Ott áll. Ezek egy kis... kosár. Ez nagyon tetszik. Látom?
Kriti, ezt nem akarok kitolni. Na, meg vagyunk igazából. Izgultunk, hogy minden bele fog-e férni, de azért okosan vásároltunk. Tehát, hogy fújtam egyet, és ez így... Most bejöttünk ide a könyvtárba. Margréti hozott vissza könyvet, ugye én még nem. Miért van ennyi személy gyerek? Megmutatom, hogy miket vettem a DM-ben. Egy ilyen ecsetkészletet. Ilyet. Ez nagyon-nagyon jól fog érni a sminkjeimhez. Igazából ezt értitek, együtt fogom használni. Vettem egy ilyen unikornisos testpermetet, ami... Basszus. Lefröcskölte a falat. Hogy lehet ilyen fújókát kitalálni? Most nagyon csalódtam. Vettem egy ilyen tonikot, amit barátnőm ajánlott nekem. Kéne, ASMR-t csinálom. Vettem egy ilyen hajápolót. Nem tudom, hogy ez most itt érte valamit, de belefésülöm a hajamba. Úristen, de puha! Ezt nagyon ajánlom. Ezt. Madolcsari fog írni ASMR-t. Vettem még egy ilyen. Meg egy ilyen hidratáló Nivea Soft krémet. Nézzük. De jó! Ki szeretném ezt a kettőt próbálni most, azonnal. Miért szagolok meg mindent amúgy? Nagyon-nagyon szépek ezek a színek. Nem mindegy, nem veszik be a fókusz. Akkor kibontjuk az ecseteket is. Szóval. Meg hát ugyebár ez, amivel meg tudom oldani itt ezt. Még nagyon szép színe van. Mi történt? Szóval... jó, nem olyan nagyon gázos a helyzet, mint ahogyan gondoltam. Rakok hozzá egy kis világosabb színt is. De itt várjatok még. Nem tudok ezzel most mit kezdeni egyébként, ahogy kinézek. Itt van egy pár ilyen highlighter film. Oh! Ezt láttátok? Az a feketességgel, amit oda varázsoltam, nem tudok mit kezdeni, de még talán jól is kisülhetünk belőle. Egy kis szempillaspirál. És most jönne a tus. Most nem szeretnék olyan full tust, viszont ez a smink, amit most én itt kreáltam magamra, ez nagyon rossz. Nem tetszik nekem. Remélem tetszett ez a vlog, annyira tetszik ez a halloweeni hangulat, ami itt a szobámban van. Ráadásul egy fekete-fehér macska is itt van, és annyira cuki. Időközben ennek a könyvnek a végére értem. A harmadik része következik. Folytatom az olvasást, és azután alszok. Már még mindig bennem van egy kicsikét a betegség. Egyébként a cica nem szokott velem aludni, csak néha azért velem alszik olyan cuki. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!